Üdvözlök mindenkit! Ebben a videóban be fogjuk mutatni, hogyan kell beállítani egy felhős és egy e-mailes vadkamerát. Vágjunk is bele! Kezdjük az e-mail küldős vadkamerák beállításával. Az e-mailes kamerák működéséhez szükség van egy feladó e-mail címre. Ez a vadkamera e-mail címe. A vadkamera erről az e-mail címről küldi el az elkészült felvételeket az általunk megadott címzetteknek. Erre a célra egy Gmail címet érdemes regisztrálni. Adott esetben akár ez a Gmail cím lehet a fogadó e-mail cím is, tehát küldheti a kamera a képeket a saját e-mail címére, tehát ha valaki úgy szeretné, akkor gyakorlatilag egyetlen egy ilyen Gmail cím használatával megoldható a kamera üzemeltetése. Azt nem javaslom senkinek, hogy saját e-mail címeket használjunk a kamera feladó e-mail címeként, hiszen a fiókot meg kell, a fiók védelmét meg kell gyengíteni ahhoz, hogy a kamera hozzáférhessen a fiókhoz, és innen föl tudja adni a képeket. Lássuk tehát, milyen lépéseket kell elvégezni ahhoz, hogy a Gmail fiók alkalmas legyen arra, hogy a kamerával együtt működjön. Keressük meg a jobb felső sarokban a fogaskerék ikont. Kattintsunk rá, válasszuk az összes beállítás megtekintése, fiókok és importálás, Google fiók egyéb beállításai, biztonság, majd tekerjük le a csúszkát, és válasszuk a kevésbé biztonságos alkalmazások hozzáférésének engedélyezését. Tehát ez akkor jó, hogyha itt azt látjuk, hogy be. Alap esetben a Gmail fiók regisztrációja után ez kiálláson van, ilyenkor a kamera működését betörésnek észleli a Gmail fiók, így megakadályozza azt. Tehát hiába állítottuk be a vadkamerát a következő lépésekben bemutatottak alapján, ha ez itt nincs beállítva, akkor a kamera továbbra sem fog tudni működni. Miután elkészült a feladó e-mail cím, a következő feladatunk egy SIM-kártya beszerzése. A SIM-kártya normál, nagyméretű SIM-kártya kell, hogy legyen, legyen rajta aktív internet, illetve ha PIN-kóddal védett, akkor azt vagy kapcsoltassuk ki a szolgáltatónál, amikor megvásároljuk, vagy mi magunk a mobiltelefonunk segítségével kapcsoljuk ki a PIN-kódot. A PIN-kóddal védett kártyát a kamera nem tudja kezelni, így nem fog működni még akkor sem, hogyha a beállítás alapvetően jó. Miután mindezekkel megvagyunk, helyezzük be a memóriakártyát, a SIM-kártyát, kapcsoljuk be a kamerát, várjuk meg, amíg feláll a rendszer, és ezt követően nyomjuk meg a menügombot. A menüben általában a harmadik menüben található az a rész, ahonnan a beállító fájlt le lehet tölteni, ezt vagy GSM, vagy NET menüpontnak hívják kameratípustól függően. Keressük meg azt a menüpontot, ahol a letöltő eszköz található, erre okézzunk rá, eltűnik a főmenü, visszalép az alapképernyőre, ilyenkor a kamera az SD kártyára letöltötte a beállító fájlt. Nézzünk egy másik kameratípust, itt például nincs kiírva sem az, hogy GSM, sem az, hogy NET, egy ikon jelöli a szintén a harmadik menüpontban található egyébként ez a része, ahonnan a beállító fájl letölthető. Itt is ugyanúgy működik, ezt a letöltő eszközt kell megkeresni. Erre ráokézunk, itt kiírja ennél a típusnál, hogy a beállító fájl sikeresen letöltve. Ezután a kamerát kikapcsolhatjuk. Kivesszük az SD kártyát, és az SD kártyán található fájllal a számítógépen folytatjuk tovább a munkát. Van olyan eset, amikor bármilyen kérdés nélkül simán megnyílik a beállító ablak, de előfordul olyan típus, ez a 785-ösöknél történik, ahol rákérdez, hogy hova valósiak vagyunk, hát itt nyilván válasszuk Európát, majd megjelenik az ablak. Típustól függően a beállító ablakok elrendezése egy picit különbözhet. Ez senkit ne zavarjon meg, mi most egy vadkamera beállítását fogjuk elvégezni, egy 785-ösét, de az 595-ösökben is nagyon hasonló az ablak felépítése. Egyes részek máshol kaptak helyet, de alapvetően az elnevezések alapján mindenki meg kell, hogy találja, hogy hova kell beírni azt, amit mi itt a 785-ös ablakába beírunk. Minden kamera típusnál megtalálhatóak, tehát ugyanazok a részek. Ez a send mód, ez azt jelenti, hogy küldési mód. Itt, ha képet szeretnénk kapni, akkor ennek az instantnak kell aktívnak lenni. Ez azt jelenti, hogy amint elkészült a kép, a kamera azonnal elküldi. A mögötte lévő szám mutatja, hogy aznapra hány kép küldését engedélyeztük a kamerának. Ez alapértelmezetten 10,
Tehát a 10 azt jelenti, hogy az első 10 képet elküldi, és utána már csak az SD kártyára rögzíti, aznap nem küld több képet. Viszont következő nap újra az első 10-et el fogja küldeni. Hogyha azt szeretnénk, hogy minden egyes képet, tehát a 10 után is az összes aznap elkészült képet elküldje, akkor ide egy nullás számot kell beírni, amit adott esetben a végtelent jelenti a kamera beállításánál, tehát az összes elkészült képet a kamera továbbítani fogja. A következő menüpont a napi report. Itt a kamera státuszára vonatkozó adatokat küldi el a kamera, tehát hogy milyen akkuállapot van, az SD kártyán mennyi szabad hely van még, hány kép készült aznap, és egyéb ilyen statisztikai adatokat. A 785-ös kameránál kiválasztható az, hogy küldjön felvételt is, és napi riportot is. Az 595-ösöknél vagy a felvételeket küldi el, vagy napi riportot. Illetve, hogyha a videó üzemmódban használjuk őket, akkor az 595-ösök ugye nem tudnak videót küldeni, akkor minden egyes videó elkészültekor egy riportot küld a kamera. A képküldést ki is lehet kapcsolni ezzel az off állással, ilyenkor a kamera nem működik képküldős kameraként, csak simán az SD kártyára rögzíti az elkészült felvételeket. A következő beállításnál el kell döntsük, hogy MMS-ben vagy e-mailben szeretnénk megkapni a felvételeket. Az MMS-t nem javasoljuk senkinek, mert viszonylag drága a szolgáltatás ára, tehát mindenkinek azt javasoljuk, hogy az e-mail opciót válassza. Esetleg abban az esetben jöhet jól az MMS, hogyha nincs okos telefonunk, de MMS-t mondjuk már tud fogadni, és így szeretnénk a képeket megkapni. A következő beállítási rész az operátor paraméter. Ott a kamerának meg kell mutatni, hogy melyik országban fog működni, illetve melyik hálózaton. Hogyha ezt nem állítjuk be, a kamera automatikusan nem találja meg a hálózatot, így nem fog működni. Legtöbb esetben a kameráknál megtalálható a legördülő menüben Magyarország, így értelemszerűen válasszuk azt, majd válasszuk ki a legördülő menüből, hogy melyik szolgáltatónál fizettünk elő, vagy melyik szolgáltatónak a feltöltős kártyáját használjuk. Ez szintén ugyanígy működik a 785-ösnél, ott is megtalálható Magyarország. Abban az esetben, hogyha Magyarország nincs benne a listában, semmiképpen se hagyjuk autóbeállításon, vagy egyéb másik beállításon, mert úgy nem fog működni. A szolgáltatóknál úgy történik a választás, hogy a T-Mobile-nál egy beállítás létezik, tehát ott értelemszerűen a T-Mobile-t kell választani. Telenornál az egyes beállítás az a SIM-kártya, amivel hívást is, beszédhívást is lehet indítani, és mobil internet is van rajta, a kettes beállítás a csak mobil internetes kártya. A Vodafone-nál régebben két beállítás volt, most már csak az egyes él, tehát az összes Vodafone-os kártyánál az egyes verziót kell választani. Abban az esetben, hogyha Magyarországot nem találjuk meg a listában, ez a régebbi modelleknél előfordulhat, akkor sem kell kétségbe esni, hiszen van lehetőség egyéni beállításra. Ilyen esetekben keressük meg a Customer beállítást, ez minden egyes kameránál megtalálható. És akkor itt egyedileg kell ilyenkor feltölteni a custom gomb megnyomásával, előjön egy újabb ablak, és egyedileg fel tudjuk tölteni szolgáltatónként a megfelelő adatokkal. Az egyedi beállításoknál két szekció van, az egyik az MMS, a másik a GPRS. Az MMS csak akkor kell feltölteni adatokkal, hogyha MMS-ben szeretnénk kapni a képeket. A GPRS vonatkozik az e-mailes küldésre, tehát ezt mindenkinek ki kell tölteni, aki e-mailben szeretné a képeket megkapni. Minden szolgáltatónál más adatokat kell ide beírni. Mi most a T-Mobile adatokkal fogjuk feltölteni, de utána egy táblázat formájában meg fogjuk mutatni a többi szolgáltató adatait is, mind az MMS, mind a GPRS vonatkozásában. Nézzük a T-Mobile adatait. A T-Mobile-nál a GPRS résznél, ugye az e-mail küldés résznél, az APN az WNW, az account az WAP, és a jelszó szintén VAP. Még egyszer, tehát hogyha csak e-mailben szeretnénk küldeni, akkor kizárólag az alsó három rubrikát kell kitölteni, a felső részt azt üresen kell hagyni, nem kell vele foglalkozni. Lementjük. Ezt az egyedi beállítást csak abban az esetben kell elvégezni, hogyha az ország listában nem találjuk meg Magyarországot. Egyéb esetben ki kell választani Magyarországot és a megfelelő szolgáltatót. A
következő rész a kamera átnevezése. Itt elnevezhetjük a kameránkat, ez a képeken fog megjelenni, illetve az e-maileknél a feladónál fog látszani. Vannak olyan kamerák, ahol a képméret is állítható, ebben nem érdemes belepiszkálni, mert nem lesz szebb a képünk attól, hogy átírjuk, viszont előfordulhat, hogy küldési nehézségeket fog okozni, tehát ezt érdemes az alapbeállításon hagyni. A 785-ös vadkameránál ott viszont lehet választani, hogy nagy kép és videó, illetve kis kép és fotó. Itt, hogyha videót szeretnénk küldeni, vagy nagyméretű képet szeretnénk kapni, akkor mindenféleképpen válasszuk ezt az opciót. Az újabb vadkameráknál van lehetőség SMS vezérlésre is, ezt az SMS kontroll részen állíthatjuk be. Itt be kell írnunk egy olyan telefonszámot, ami a rendszergazdai telefonszám lesz, tehát bizonyos adatokat, mint például a címzettek, csak evel a telefonszámmal lehet majd módosítani. A következő lépés az e-mail beállítás, ahol a küldő e-mailt megadjuk. Ehhez hoztuk létre ezt a Gmail fiókot, amit a videó elején mutattunk. Itt a legtöbb esetben szintén már kiválasztható a Gmail, illetve egyéb szolgáltatókkal is meg lehet oldani ezt a dolgot, de a Gmail talán a legkézenfekvőbb. Kiválasztjuk, hogy Gmail, beírjuk a küldő e-mail címet, amit mi elkészítettünk, ide szintén beírjuk ugyanazt, és annak az e-mail címnek a jelszavát. Az SMTP adatokat ilyenkor automatikusan feltölti a gép. Abban az esetben, hogyha nem található a Gmail a listában, akkor is van egy Other opció, amit ki tudunk választani, és ilyenkor manuálisan kézzel be tudjuk írni az adatokat. Ezeket az adatokat is meg fogjuk mutatni a videóban egy listában, ahol a szolgáltatókat mutatjuk, meg fogjuk mutatni a Gmailnek az SMTP adatait is. Feltöltöttük tehát az e-mail beállításokat, még egyszer megadtuk a feladó e-mail címet kétszer, illetve annak a jelszavát, és kiválasztottuk, hogy Gmail. Lementjük. Ilyenkor előfordul, hogy a program automatikusan az első e-mail címhez beírja a feladó e-mail címet. Ez abban az esetben maradhat is, hogyha szeretnénk képet kapni ugyanerre az e-mail címre, amit beállítottunk feladónak. Egyéb esetekben ide a saját e-mail címünket írhatjuk be. 4 darab e-mail cím megadására van lehetőség. SMS küldés esetén a phone opciót kell választani, és akkor 4 darab telefonszámmal lehet feltölteni szintén itt a programablakot, tehát 4 darab címzettet lehet megadni. A másik kamerán, a 785-ösnél szintén így működik. Megadtuk tehát akkor a fogadó e-mail címet, vagy e-mail címeket, kész is vagyunk a beállítással. A következő feladat az lesz, hogy az SD kártya a gyökérkönyvtárába kell visszamenteni, tehát nem szabad almappába rakni, különben a kamera nem fogja megtalálni. Ki kell választani az SD kártyát, majd ezt a beállítást egy ilyen beállító file formájában oda lementeni. Ki fogja írni, hogyha lementette, hogyha sikeres a mentés. Érdemes azért az SD kártyát ellenőrizni, tehát keressük meg az SD kártyát, nézzük meg, győződjünk meg, egy bin file formájában fog ide felkerülni, ez egy nem megnyitható állomány, ezt majd a kamera be fogja olvasni az első indításkor. És akkor most lássuk ezeket a táblázatokat. Kivettük a számítógépből az SD kártyát, az SD kártyáról ugye rámentettük ezt a beállító fájlt, behelyezzük a kamerába, majd setup állásba kapcsoljuk, és nagyon figyelünk, mert a kamera ki fogja írni, hogy a frissítés sikeres, és hogyha ezt kiírta, akkor beolvasta szépen a beállított adatokat. Igen, ki is írt a piros betűkkel, várni kell ugye egy ilyen 10-20 másodpercet, mire a hálózat föláll, és utána a következő lépés az lesz, hogy ellenőrizzük a beállítás működését. A kamera működését úgy teszteljük, hogy készítünk egy felvételt, vagy hogyha már voltak felvételek a memóriakártyán, akkor abból kiválasztunk egyet, majd megnyomjuk a menügombot, kiválasztjuk azt, hogy küldés, megnyomjuk az OK-t, és megvárjuk, hogy mi történik. A 785-ösnél ez egy ilyen sáv és százalékok formájában kerül visszajelzésre, hogy a képküldés folyamata hol tart. Az 595-ös sorozatnál, illetve 565-ös sorozatnál ott számol a wattkamera 1-től 10-ig. 10-nél megáll egy picit, majd kiírja, hogy küldés sikeres. A 785-ösnél ez ugye százalékban történik, itt is szépen elindult, látszik, hogy picit megáll, ilyenkor tölti fel a képet, és végül ki fogja írni majd, hogy küldés sikeres. Ki is írta, tehát ebben a pillanatban az elkészült kép az megérkezett az e-mail fiókunkba, a beállítás sikeres volt.